egészen egyszerűen kiszerváltam Gergely Gábort a Sportmagazinunk műsorvezetői székéből, és nem azért, mert az ő babérjaira török, vagy arra vágyok, hanem azért, mert neki asztali tenisz világbajnokként azért fel kell arra készülnie, hogy olykor őt kérdezik, és nem ő kérdez, márpedig mostanában van miről kérdezni, van mire emlékezni, hiszen tavaly például volt annak az évfordulója, még az a 35. hogy a magyar asztali tenisz aranycsapat Jónyer Gergely Klampár Fenyánban világbajnoki címet nyert, idén pedig egészen pontosan 1975. februárjában, tehát nagyon pontosak vagyunk, 40 esztendeje annak, hogy Jónyer István egyéniben nyert világbajnoki címet Kalkuttában, és párosban pedig Gergely Gáborral szintén világbajnoki címet nyert. Vendégeim a világbajnokok, szervusztok a hosszú bevezető után, köszönöm, hogy elfogadtátok ismét a meghívásomat, hiszen tavaly már megemlékeztünk erről a fenyeni dologról, de annyi itt a megemlékezés, meg annyi interjút kell adnotok, tavaly hatalmas gála volt decemberben a Körcsarnokban, hogy viselitek ezt a terhet, kellemes teherez? Hát most már én kicsit kezdem magam elbízni, mert tavaly volt a 35-ös, most a 40 éves, a Gabival is egyénivel, jövővel pedig a Klampár Tibivel a 45 éves, tehát ez a három év most erről szól. Hát kellemes a visszaemlékezés egy kicsit, hogy úgymond most visszapöregnek azok a labdapoénok, amiket annó játszottunk. Egyre többet álmodom róla, kellemesek ezek az álmok, mert akkor sokat nyertünk. Azon kívül pedig lenn, hát még játszunk. De erről ti tehettek egyébként, hiszen nem kellett volna ilyen jó pingpongozni, és akkor most nem lenne ennyi feladat. Te hogy éled meg ezt, Gábor, azt, hogy folyamatosan megemlékezésről megemlékezésre jártok, holott fiatal emberek vagytok? Hát legelőször is köszöntöm a kedves nézőket, most a másik oldalról, és egy dicsérettel kell kezdenem, kisfiam szépen felkészült-e belőlünk, gratulálok, és legközelebb is vezethetsz majd műsort helyettem. Köszönöm szépen. Szóval, hogy hát ez egy természetesen... Ez egy olyan kérdés, amire nagyon nehéz, vagy nagyon egyszerű válaszolni. Megdolgoztunk mi azért, hát hogy ezeken a kerek évfordulókon emlékezzenek ránk, akik lehet, hogy akkor még nem is éltek, de azok is, akik szurkoltak nekünk. Azért gondolkoztam, hogy a tudáson, egy jó csapaton túl, amit már itt feszegettük ennek a titkát, de hogy mennyi véletlen, szerencse, a körülmények alakulása kell ahhoz, hogy olyan eredmény jöjjön, amilyen jött, és hogy ugyan alakuljanak a dolgok, ahogy alakultak. Például az a 75-ös kalkuttai VB, ez tele volt ilyesmivel. Kezdjük azzal, hogy ugye szokás szerint a Klampár Tibort újfent eltiltották, ezért nem lehetett ott a VB-n. Ez azért elég sok kérdést föl vett. Most én fogok megszólalni a szerencse miatt. Na. Mert ugye... Szerencsére meg kell dolgozni nyilván. Abszolút módon, és ott kell lenni, hogy szerencse érjen. Igen. De azt soha nem tagadtuk, hogy a Pistinek az eredeti és az állandó párja a Klampár volt. Aha. A Klampár Tibi volt. Na most Tibor sajnos, most is azt mondom, hogy sajnos nem utazhatott ki a világbajnokságra. Így nem volt mese. A Bercük Zoli, az edzőnk minket tett össze, rakott össze, mert hát valakinek indulni kell a párosban. Igen, nem árt. Pláne, hogy esélyesek. Azt nem mondom, hogy esélyesek voltunk, de azt tudom, nem hogy... Nem voltatok? Benne voltunk a pakliba. Valamennyire benne voltunk a pakliba. Akkor váltunk esélyesé, amikor a csapatban mi elég jól játszottunk, és a Pisti pedig menetelt egyéniben, és eljutott egészen a döntőig. Na, a döntőről aztán gondolom, hogy az István fog valamit mondani, de én úgy gondolom, hogy az volt a legnagyobb szerencsém, hogy a Pisti megnyerte a döntőt. Egyébként erre visszatérünk még, de az is változott a ti párosotokban, hogy más felállásban is játszottatok, nem? Hogyha jól tudom, akkor amikor a Klampárral voltál, akkor ő volt az asztalhoz közelebb, te távolabb. Igen. Nálatok meg ez megfordult, gondolom, ez is azért nehézséget okozott, nem? Hát nekem abszolút, mert én asztal közelben nem voltam jó sose, nem tudtam olyan jó droppolni, mint a Tibi, aki lekezelte a nagyon nagy pörgetéseket, aha, a kínaiakét főleg, és így én is hátra mentem, de aztán így bevállaltam, hogy egész asztal tenyeres pörgetek én is, kevesebb droppolása, és ez aztán a végül Gabinak nagyon jó volt a fonákja, azt játszottam, amit én a Klampár, vagyis az én helyemen játszott a Gabi, aha, megfordítva, és így ez nagyon jó volt, a Gabi előkészített a fonákkal, a nagy pörivel, és utána nekem kell befejezni. Azért nekem nagyon nehéz feladatom voltam, ha meg kellett kerülni mindig őt.
Szóval azért a lábamban több kilométer volt egy mérkőzés alatt. Hajtottál rendesen. Az neked az ott, igen? Bocsánat, de viszont én akkor csak 74 kiló voltam. Most meg sokkal több. Most már nehezebb lenne akkor ez igen, a... Oda. Keringő. Ez a páros. Az neked okozott valami plusz motivációt, hanem az eltiltásoknál tartunk, hogyha ha jól tudom, akkor te is közel álltál Kalkutta előtt ehhez. Kalkutta előtt abszolút közel álltam, ugyanis el voltam tiltva egy fél évre, vám kihágás miatt, és egyedül a Bercik bízott abba, hogy talán én el tudok indulni ezen a világbajnokságon, és így ő előre bizalmat is szavazott, hogy benevezett minket a Gabival. Ja, de még úgy nevezett be, hogy még nem volt hivatalos, hogy ti indulhattak? A hivatalos, az a utazás előtt két nappal kaptam azt, hogy utazhatok, viszont ez engem annyira motivált, hogy az addigi, az alatt a fél év alatt én annyit edzettem, mint máskor soha, és azt mondtam magamban mindig, hogy ha megkapom a bizalmat, ezzel élni fogok, és nem visszaélni, és annyit edzettem, hogy azt mondtam magamban, hogy nincs még egy ilyen őrült, aki ennyit edz, tehát amikor a többiek alszanak, én még akkor a hóba futok, biciklizek és edzek, és azt mondtam, hogy akkor is én leszek a világbajnok. Tehát akkor ez azért adott egy ilyen plusz lökés. Abszolút. Mondjuk ez az edzés a Berciknél, az edzés mennyiség, az nem volt olyan kérdés, nem? Tehát hajtott benneteket, mint a cigáslovat. Hát ő pontosan tudta, hogy mit akar. A Klampár olykor erre panaszkodik, hogy igen, túl. Hát ő az Ali azért pontosan tudta, hogy mit akar, és pontosan tudta, hogy mennyi edzéssel, tréninggel, munkával lehet eljutni oda, hogy eséllyel álljunk ki a kínaiak ellen, mert valljuk be, hogy mi nem az európaiak ellen készültünk, hanem ez kitűzött cél volt, az ilyen buta mondat, hogy kitűzött cél, de előttünk mindig a kínaiak lebegtek, hogy egyszer azért megmutassuk azt, hogy ez a kis magyar válogatott legyőzi Kínát. És ehhez rengeteg edzés kellett, és akárhogy mondják, hogy a Klampár, a Tibike kiborult néha-néha, de azért ő is beállt a sorba, és ugyanúgy 6-8 órákat pingpongozott, mint hogy mi. Egyébként ugye akkor te már világbajnok voltál a Klampárral az oldaladon Japánban, de te pedig ebbe a világbajnok közegbe csöppentél bele. Nem okozott ez neked, bár nem vagy az izgulós típus, de nem okozott ez neked egy kicsi ilyen, hát nem is tudom, az egészségesnél nagyobb lámpalázat, hiszen a te pályád csúcsa azért még ezután következett. Nem, akkor már viszont nem. Már világbajnokok voltak. Az igazat megvalva nem, mert ugye amikor kiutaztunk, mielőtt kiutaztunk Kalkuttába, azért 1974-ben én Újvidéken az Európa-bajnokságon egyéniben második lettem. Tehát ott én letettem a névjegyemet, hogy van itt egy Gergely. Akkor a csapatban második lettünk, a svédektől sajnos kikaptunk a döntőben, de azt gondolom, hogy azért akkor már látták azt, hogy van egy Gergely. Na most el kell mondanom azt, hogy minél nagyobb a tét. Én annál jobban szerettem játszani, és állítólag annál jobban játszottam. És kiutaztunk Kalkuttába, szerencsére Pistát kiengedték, sajnos Tibit nem engedték ki, mert az gyorsan előre szeretném bocsátani, hogyha a Tibit kiengedik Kalkuttába, akkor valószínűleg én nem vagyok páros világbajnok, de csapatban viszont ott vagyunk. Szerintetek akkor megnyertétek volna ezt csapatban? Mondjuk ki, hogy igen, megnyerhettük volna. Abszolút. Ötödikek lettünk. A Tibi nélkül, igen, Tibi nélkül. Hát a Tibinek a 2-3 meccsét, ha beszámítjuk, akkor magasan nyerjük a világbajnokságot. De közben, most nem lebecsülve a te érdemeidet, de ezzel a gondolatmenettel tovább menve, lehet, hogy attól még párosban világbajnokok vagyunk, csak akkor te a Klampárral, nem? Az abszolút, igen. Klampár jó nyer, nyugodtan nyerhetett volna a világbajnokságot. Már ezek ilyen föltételezések, lehet, hogy csapatot nyerünk, páros viszont igen, nem nyerünk. De, ki tudja, de azért azt el lehet mondani, és ha sokan elfelejtik ám a Pistékkel kapcsolatban, hogy azt nem, hogy Nagoyában nyertek, de azért ők még két világbajnoki döntőt is játszottak később a Klampárral, amikor már ugye visszakapta a saját párját. Úgyhogy, meg azért én büszkén vallom azt, hogy párosban én is nyertem Európa-bajnokságot, igaz, hogy a Milan Orlovszkijal, a csehszlovák sráccal, de az Istvánnal EB másodikok voltunk, tehát azért mi azért akárhogy összeálltunk, ütőképes csapat. Azért csak kijött belőle. Jut eszembe, hadd vegyem át egy egyetlen kérdésre, miért mi játszottuk a párost itt a budapesti EB-n, amikor a Klampi indult az EB-n? Ez egyébként nagyon jó kérdés. Erre még a mai napig sem tudom a választ, nem is emlékszem különösebben. Azt tudom, hogy én csináltam egy nagyon nagy hibát, hogy a döntőben a Surbekék ellen a szuperantit használtam, de ha nem, azt,
a Super Antit, mert lecseréltem, előtte két softtal játszottam, de a csapatdöntőn tehát most ütőről beszélsz, csak igen, hogy tudjuk ezt a Panszki ellen cseréltem, ezzel sikerült, nyertünk 5-3-ra, és utána párosban megint visszavettem a Super Antit, hogy addig a döntőig úgy éreztem, hogy jók voltunk, mert simán bekerültünk, viszont a döntőbe ott is le kellett volna cserélnem, és akkor nem tudom miért, ezt nem tettem meg, úgyhogy ez egy... Ennyi múlik? Hát, mert Remajos azért nem tette meg. Vagy lehet, megmondom, mi lehetett. Szerintem nem volt idő rá, meg gondolom elkésett akkor is a bemelegítésről, már nem volt ideje átragasztani az ütőjét, de az igazat megvalva a Schurbeck Kalinics ellen, nehéz. Az igaz, nagyon nehéz dolgunk volt, hogy a Pistének egy lassú borítás volt az egyik oldalon. Hát akkor a pörgetéseket kaptunk, hogy... Hát te kaptad végül. Hát, szóval nem volt esetleg. Nem tudod a választ. Nem tudom, hogy miért mi indultunk párosban. Mert hiszen a Klampár is indult. Hát egyéniben harmadik lett. Igen. Azt szerinted... Meg én is harmadik lettem, jut eszembe. Azt nem mondtuk, hogy igen, pláne akkor te már egyéni Európa-bajnok is voltál. Egyébként az nagyon furcsa, hogy ha már ezt elkezdted, hogy olyan, mintha itt csak nagyon messzi és egzotikus helyeken tudnátok így nyerni. Ugye Nagoya, Kalkutta, Fennyán, ezek a világbajnoki címek, most világbajnokságra gondolok, igen, értelemszerűen, de Újvidék például, ami nagyon közel volt, és abszolút esélyesek voltatok ott is. Hát Újvidéken is esélyesek voltunk, és nagyon közel volt. Igen, abszolút. 3-2. Ugye Kína-Magyarország, vagy Magyarország-Kína döntő lehetett volt. Lehetett így is, meg úgy is. Két évre rá, tehát azért Fennyán után 3-2-re vezettek a kínaiak, és akkor jött egy mérkőzés, a nevet tudom, Cai Chenhuának hívták, ezt a borzalmas pingpongozót. Vadonatúj játékosot nem ismertük. Iszonyatosan kellemetlen volt. Ez a legbeszélyesebb. Iszonyatosan kellemetlen játékos volt, és ráadásul nagyon tudott pingpongozni. És hát én játszottam a Cai Chenhuával, az első szedben meggyalázott, azt nem csináltam 6-8 poént összesen, azt se tudtam, hogy hova pattan labda. A második szedet kiástam, kibányáztam, és a döntő szedben óriási sanszom volt a győzelemre. Tehát egy-egy poénom múlott, jól emlékszem, hát a Klampi is jól emlékszik ilyenekre, és mondta is a jó múltkor, hogy emlékszel, Gerő, arra, hogy ha akkor ott. Hát mondom, Tibike, ezt nem lehet elfelejteni. 3-3-nál nem tudom, mi van. Szerintem behúzzuk. Jó, térjünk egy kicsit vissza, amiért itt vagyunk, a Kalkutta 1975. Mondtam, hogy sok szerencse, meg sok dolog kellett ehhez. Mondják azt, hogy a te egyéniben, amikor megverted a Stipancsicsot, akkor gyakorlatilag egy vesztes állásból álltál föl. És ennek amellett, hogy te egyéni világbajnok lettél, az is a hozadéka volt, hogy velük játszottátok a páros döntőt a szerbekkel. Akkor ő már valóban összezuhant ettől, hogy te fordítottál az egyesben? Hát igazából, ha visszatérhetünk, én az első fordulótól szinte az utolsóig általában tök vesztett meccsekről nyertem minden meccsemet. Az első volt a legnehezebb, még ma is visszagondolva, 2017-13-ra vezetett ellenem a Wikström. És hát egy nagyon rossz asztalon játszottam, pont a sarokba, ahol a bírók ültek sorba, mászkálások, állandóan láttam a fehér trikókat. Tehát nem volt, nem volt egy ideális helyszín. És akkor a lányom keresztapra arra járt, és megnézte az eredményt, és bekiabált: Pista, mi van? Mit csinálsz? Akkor elmentem, törőköztem egyet, megnyertem a szettet 17-re. És onnantól kezdve beindultam. Aha. De volt még azért még 3-2-0-ás, 0-2-ös meccsem. Azért ez így, azért ez horror sztori. Amiket azt mondtam, hogy én úgy gondoltam, hogy nem veszthetem el. Egyedül két kínai volt, akiket simán megvertem 3-0-ra, tehát a kínaiakat jöhettek, az európaiakkal gondban voltam, így a döntőn is a Stipancsics ellen, 2-0-13-7, döntőszer 17-13, tehát ez az utolsó szedbe vezettem, 18-nál először, szóval két és fél óra után vezettem először. Na jó, de nem voltál egyedül, hát ott drukkoltam neked. Biztos ezért, de akkor ez rád is igaz, hogy amit mondott a Gergely magáról, hogy földobja a tét? Tehát te is gyakorlatilag olyan helyzeteket teremtettél magadnak, ahol nem volt más választásod, csak előre menni is van. Hát én mondom, én úgy mentem ki akkor, nem úgy, mint ahogy ma a fiatalok, hogy pszichológus kell és egyéb. Aha. Annyit edzettem, hogy azt mondtam, hogy ezt a mérkőzést csak én nyerhetem meg. Aha. Mindegy, meddig játszunk, utoljára én leszek a győztes. Tehát tudtad, hogy te vagy a jobb? Ennyi. Így van, abszolút. Azért sokat segít.
ilyenkor? Önbizalomba 1500 fokon égtem, tehát egy sajnálatos gyomor betegség miatt lefogytam még 6-8 kilót, ami nagyon sokat segített. Tehát üresen tudtam hagyni az asztalt, egy lépéssel odaugrottam, ahol kellett. Tehát akkor úgy igazából minden összejött. Azért a franciák elleni elődöntőben volt egy elég nagy mázlitok. Mi volt ez? Hát a jó Isten velünk volt. Na, a monszon Isten. Úgy látszik, hogy igen, hogy a jó Isten a magyar válogatottnak drukkolt ott azon. Azt tudni kell, hogy Kalkutában egy fantasztikus, szép vadonatú csarnokot építettek. Hát, ha nem is volt akkora, mint a Fennyán ide is befértek 8-10 ezeren. És hát ilyen septébe álltatták, és ugye február, a monszun időszak, és hát hála Istennek az elődöntőbe a francia Secretin Constans ellen, hát bajba voltunk. De erősek voltak ők egyébként? Akkor igen. Akkor nagyon. Nekünk legalábbis nagyon erősnek tűntek, és szóval nagyon nagy bajba voltunk. Ha jól emlékszem, 2-1, 20-16? Igen. Jól emlékszem. Tehát meccslabdájuk volt. Meccslabdájuk volt, de már 18-19-nél már csöpögött az eső a teremben. És hála Istennek 20-nál leszakadt az ég, és hát befolyt a víz. Hát ott tocsogtunk a vízbe, és leállították a játékot, de nem tudtuk, hogy mi történik, hogy újra kell játszani, vagy honnan fogják játszani, attól függ, hogy mennyi idő, meg hogyan lehet folytatni. Hát a Pistékém nem volt jól, elment, lefeküdt aludni, nem volt jó állapotban. Akkor látszott rajta, hogy nem teljesen egészséges. Ja, akkor jött ki rajta ez a bizonyos, igen. Én meg ott lófráltam, jöttem, mentem, azt se tudtam, hogy mit csináljak, nem tudtam, hogy mikor játszunk, nem tudtam, hogy fölöltözzek, hogy levetkőzzek, hogy leüljek. De franciák se tudták, gondolom. Azért 20-16-nál azért én már tudtam volna, hogy nyerünk már hát ilyen állást. Hát mindig ezt kívánom magamnak, hogy 20-12, vagy 20-16 legyen nekünk, vagy igen, nekem. És akkor, hát ahogy mondják, fütyült a bíró, és mondták, hogy akkor 2-1, 16-20. Tehát, hogy onnan folytatják. Igen. A Bercik Zoli semmit nem mondott. De bocs, ne arra, csak hogy el akarom képzelni, mert egy hollywoodi filmben látom, akkor nem hiszem el. De hogy egy meccslabdánál bezúdul az eső, leálltok. Meddig álltatok? Tehát csak sokáig tartottak? 20-25 percet legalább, mert azt hiszem, hogy úgy van a nemzetközi szabály, hogy 40 perc, 40-45 perc után újra kell kezdeni a játékot. Tehát bevallom őszintén, egy kicsit jobban szurkoltam annak. Hát ő nem tud dukkolni, mert aludt. Szóval újra játszok, de nem lehetett. És akkor a Bercik semmi más, hát mit lehet ilyenkor mondani? Most játszatok. Kb. Ez volt. A Pisti viszont azt mondta, hogy Gerő, próbáld meg azt, hogy úgy rövid, tehát rövid szerva legyen, úgy szerválj, hogy ő úgy kapja a labdát, hogy induljon belőle, hogy pörgetni tudjon, hát azt tudjuk, hogy... Ha jó, nyert kiflit be tudja. Akkor nem volt kifli, nem ott volt, nem kifliztünk, aki akkor elrontja a szalot, ott nem volt idő. Itt csatázás volt. Itt nem volt csatázás sem, hanem én sikeresen úgy tudtam adogatni, hogy nem tudtak belőle megindulni, vagy ha megindultak, csak éppen finoman, és hát el kell ismernem, hogy az én barátom, testvérem és társam 4 ászt pörgetett. 20-20 lett, tehát úgy, hogy én egyet szerváltam, ők visszaadták. Pisti pörgetett, gól, nem volt labdamenet. És utána akkor már egy kicsit megnyugodtunk, és a döntőszett sima volt. Az sima volt. És hogy éreztétek, amit az előbb föltettem, hogy a Stipancsicsot tényleg megviselte a jó nyelvfordítása? Hát az abszolút. Szóval még ott a meccsen is lehetett látni, hogy abszolút egy ilyen lekonyult arccal sétálgatott, még mindig gondolkodott, hogy hol rontotta el. A Schürrbeck próbálta, rázta, de nem tudott bele. Hát nagy szerencsénk volt. Hát gondolj bele, hát nem csak nekünk volt, hanem nekem pláne, hogy nagy szerencsém volt, hogy egy ilyen Pisti győztes meccse után. És hát az is szerencse volt, hogy általában a nemzetközi programban úgy van, hogy előtte vannak a páros döntők, és utána jön az egyéni. Tehát ez egy elszigetett eset volt, hogy ez így történt? Tehát ez mindenhol így van. Teniszben is az egyéni a csúcs, aztán teniszben is. Azt hagyják a végén. Igen. Hát igen, hát az EB-n, az Európa-bajnokságon is a férfi egyes döntő az utolsó szám. Tehát persze, ugye igen, mindig így van. De itt most valamiért fordítva. Itt valami miatt, hála Istennek, megfordították. A Pisti a sírból nyert. És akkor tényleg odaálltunk játszani. Most lehet, hogy nagyképű, de egy 40 év után hadd legyünk egy picit nagyképűek. Megengedhető. Esélyük nem volt, Pista. Igen.
egy szetet elveszettünk, de az is de. 19, tehát az is hippek. Igen, akkor még azt lehet, hogy 2-1-nél kicsit le lehetett ülni, kicsit pihenni, és nevetni fogsz, hogy leültünk, és egy másodpercig nem fordult meg a fejünkbe, hogy el fogjuk veszíteni. Ott beszélgettünk, hogy mi van, hát úgyis, tehát annyira biztosak voltunk, hogy nyerünk, de tényleg nem volt esélyük. Jóba voltatok velük egyébként? Hogy? Hát mindig is jobb volt. Mert ahogy most láttam, hogy a tavaly volt az a generációk csatája, hatalmas pingpong esemény a ti fenyeni győzelmetek tiszteletére, ahol voltak jeles svéd vendégek is, és azért ott látszott a nézőtérről is, hogy ez, hogy barátság, tehát hogy akkor ez az idő szépítette ezeket a kapcsolatokat ilyen jóvá, nem, vagy akkor is? Itt mindig a mérkődéseken halál nagy ellentét volt, megöllek, minden volt, amíg ment a mérkőzés. Már a mérkőzés után megbeszéltük, hogy este hol találkozunk, vagy a bankett előtt hol találkozunk, vagy hova megyünk a bankett után. Tehát nekünk a svédek nagyon jó barátaink voltak. A Surbekre, visszatér, hogy mennyire voltunk jó barátok vele, amikor volt az X éves jubileumunk a Nemzeti Sportcsarnokban. A Dragutin volt a meglepetés vendég. Úgy jött el ide Magyarországra, hogy még mi a főszereplők sem tudtuk, hogy ő ide fog jönni. A Stipancsics párja. Igen, igen. És beöltöztették ilyen leppelbe, és ki kellett, és nem tudtuk, hogy ki az. Tehát ő így ingyen és bérmentve Zágrába beült az autóba, és idejött, és csak azért, hogy találkozzon velünk, de tényleg mi ilyen barátságban voltunk és vagyunk azóta csak is. Csak ott ismertük meg, amikor igen. megfogta az ütőt. Ja. Már válasz nem működött. Egyébként még milyen szerencsét tudtatok játszani, mert jótan te elvesztél Kalkuttában, téged keresett az egész VB szervezőcsoport. Hát elvesztem. Hát én nem éreztem úgy, hogy elvesztem, de a többiek azok úgy érezték, és hát szerintem ez az ember, aki mindig kísért bennünket, emlékszel? Kint állt a kisbusznak az ajtajában, és integetett és kiabált, soha nem fogom elfelejteni, lehet, hogy rosszul ejtem ki, és mindig azt kiabált, hogy bye csöpi cselló, az valami azt jelentett, hogy mindenki menjen el innen, mert megy a busz, meg akármi. Ja. Különböző fadorongokkal ütött az embereket, hogy tudjunk egyenesen menni. Na most a szabad napon én nem szóltam senkinek, és a külképviseleten dolgozott egy hölgy, Katikának hívják, gondoltam, azt is tudom. Valami nő van a dologban, igen. Hát miért? Hát most veled menjek kézen fogva, nem voltál ott. Ha szagyan, de nem is éltem. Na a lényeg az, hogy ők kint éltek, és pontosan helyismeret és minden, és mondtam, hogy vigyen el engem egy olyan helyre, ahol ami egzotikus és érdekes. Hát és elmentünk a bazárba, a piacra, ahol emberek megszületnek, leélik az életüket, meghalnak, lehet, hogy ki sem jönnek soha többet, vagy ha valaki eltűnik, az örökre eltűnik. Na most mi ide mentünk be? És van 3-4 x óra múlva fölpakolva, kis cuccal, ezzel, azzal, kigyóbőr, meg ilyenek, meg mit tudom én, jöjjünk vissza, és én mint egy darás fészek a szálloda előtt. Ez a szerencsétlen hindu, indián ember halálsápadta, rohangált, és nézem, hogy mi van, és egyszer csak majdnem, hogy pezsgőt bontottak, hogy előkerültem. Hát kiderült az, hogy mozgósítás volt, hogy elvesztem, eltűntem, vége mindennek. Tehát csak ők gondolták azt, hogy elvesztem. A Berci tudta ezt? Senki nem tudott semmit, csak én. Szerintem azért meggyűlt veletek a baja volt. Szerintetek nagyon sok sztorit föl lehetne eleveníteni, mert régen könyvet kellett volna írnotok egyébként, nem is egyet, szerintem ezekből a történetekből. De szerintetek ez a sok megemlékezés, gála, meg ilyesmi ráébreszti a magyar asztaliteli sportot arra, hogy aktívabban használjanak benneteket? Hogy jobban hallgassanak a világbajnokaira? Mert ez most persze személyes vélemény, de nem hiszem, hogy ezen nagyon fogtok vitatkozni, hogy az asztaliteli sport élvonalában ti méltatlanul nem szerepeltek? Hát most jelen pillanatban nem vagyunk benne, de egyre több felkérést kapunk, úgy a Gabival, vagy a Tibivel, vagy mindhárman, tehát azért járjuk az országot, mostanában egyre többet. Érdekes, előtte egy olyan 15-20 évig nem nagyon voltak ilyen meghívásaink, most úgy néz ki, hogy sűrűsödnek a... Hát az évfordulók miatt is. Az évfordulók sűrűbbek, és jobban el is jönnek a nézők is, ami mondjuk a kölcsarnoki
dolog. Én csodálkoztam, hogy majdnem telt ház volt. Nem majdnem, abszolút telt ház volt. Tehát egy pár hely maradt csak, de ez nekünk is jól esett, hogy tényleg még ennyien kíváncsiak a megkapott tudásunkra is, hiszen azért a képernyőkön a eredeti játékot mutatták, majd utána a lassított játékunkat. Az vesse rád és rám az első követ, aki ennyi év után ugyanúgy fickándozik, mint egy kisegér, de a kérdést megkerülted, én viszont ugye abban a szakmában dolgozom, mint tanult kisfiam. Én azt gondolom, hogy elég gazdag. Nagy luxus volt kihagyni. Elég gazdagnak érezhette magát az akkori asztali tenisz sportvezetés, hogy három ilyen embert nem próbált valami úton módon beintegrálni a sportba. Valami úton módon. Én azt gondolom, hogy idolok, példaképek mindenhol kellenek, és most is azt vallom, hogy beszélhetek azt hiszem a Jónyel István nevében is, ha most megkeresnének bennünket, és azt mondanák, hogy gyertek segíteni, nem hiszem, hogy az István is, vagy én is azt mondanám, hogy mi annyira meg vagyunk sértődve, hogy duzzogunk, és nem jövünk. De egyet itt most, ha bár ez egy mosolygós műsor, és azért vagyunk itt, hogy ünnepeljünk, mi nem fogunk jelentkezni. Ez teljesen értelemszerű. Így a végére még annyit, hogy nemrég olvastam a Klampártól egy szokásához híven szókimondó nyilatkozatot, azért jól megmondott mindent, amit gondol, és azt is mondta, hogy nagyon sok jó asztali teniszező volt itt, de az ténykérdés, hogy ti hárman zsenik voltatok, és ez az a faktor, amit tudással nem lehet pótolni. De mi az oka annak szerintetek? Vagy te például saját asztali tenisz akadémiádat vezeted, láttok mind a ketten fiatal tehetségeket. Látjátok ezt mocorogni? Mocorogni látom, csak az a baj, hogy a gyerekeknél most a lojalitás az asztali tenisz érdekében nem olyan, mint mi odaálltunk és szívvel-lélekkel játszottunk. Aha. Ma lemegyek sokszor sok klubba vagy versenyekre, mosolygós arcokat látok az edzésen. Nem érdekli a gyereket, hogy elüti a labdát, vagy rosszul sikerült, vagy rossz a mozdulat. Így sikerült, kész, és ebbe beletörődnek. És én azt hiszem, így nagyon nagy elvesztegetett idő az, hogy egy-egy edzés csak úgy elmegy minden érdem és minden haladás nélkül. Én azt hiszem, a mai játék ez annyira felgyorsult, hogy itt minden órának, minden percnek haszna van, tehát hasznának kellene, hogy legyen ahhoz, hogy valaki jó játékos legyen. Már hogy a kínaiakat csinálják percről percre egész nap. 4 éves koruk óta, és 100-an vannak iskolában bezárva. Aki nem csinálja ilyen komolyan, azokat azonnal kiteszik, és csak a jók maradnak meg. Hát ettől le vagyunk maradva. Meg egy picit az európai mentalitás is nem olyan, mint egy ázsiai. Aha. Tehát ez is, és a felépítésük a fizikai. Tehát van mit behoznunk. Nagyon sok szakmai kérdést feszegettél itt, én pedig azt ugye el szeretném mondani, hogy megélhetési pingpongozókból soha nem lesznek bajnokok. Sajnos azt ki kell jelenteni, hogy aki itt ma Magyarországon egy 22 egyenest bele tud ütni a labdába, az megpróbál elmenni kicsit külföldre, kicsit nyugatabbra. Ott pedig ugye nem az edzések jellemzők, mert profi játékosnak nem azt szerződtették, hogy ott tréningezzen, hanem hogy szálljon be és játszon meccset, és nyerjen. Na most ezeknek a fiatal játékosoknak még közel nincs annyi a kezébe, hogy ők profi versenyzők legyenek, és profi módon hétről hétre, versenyről versenyre menjenek, azon ők még nem tudnak fejlődni. Mi annak idején megtanultunk egy bizonyos szintet, és versenyről versenyre mentünk, és ott fejlődtünk. Nagyon nagy a különbség. Tehát én úgy látom, hogy a felkészítés itt Magyarországon az alapokkal különösebb baj nincs. Van egy lépcső, amit nem tudnak meglépni a gyerekek, mert vannak itt korosztályos serdülő Európa-bajnokok, ifjúsági Európa-bajnokok, meg egyebek, és akkor jön egy bizonyos
lépcső, amit nem tudnak megugrani, és azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy csak és kizárólag a gyerekek, a játékosoknak a hibája. Itt kéne megnézni azt, hogy kik és hogyan vezették, foglalkoztak és vezették az asztali tenisz sportot. Csak hogy ne keserű legyen ennek a beszélgetésnek a vége. Mondtad ezt a mosolyt játék közben, amikor most decemberben a körcsarokban játszottatok, olyan ilyen földön túli mosoly volt az arcotokon, hogy nagyon jó volt nézni. Ez még mindig ugyanekkora öröm a nektek a pingpongozás, a kaucsuk labda pattogása? Hát nekem akkor az volt az öröm, hogy ha már átment egyszer-kétszer labda, én már olyan örömmámorba úsztam, hogy ma ez így megy. Nem azért, én még játszom Németországban, igaz, nem sokat, ilyen öreg fiúk bajnokságban elindulok, de mindig ott vagyunk az érmes helyen, holott Németországban nagyon-nagyon több ezer csapat közül kerülünk oda, nagyon nehezek a mérkőzések, néha menni se tudok a meccsek után, de azt mondom, hogy utána mindig jól érzem magam, hogy megküzdöttem, nyertem, csapat aránylag jól szerepel. Meg hogy játszottál? Hogy játszottam, és ameddig lehet én, amíg vissza lábam, addig játszani fogok. Gondolom te is. Ahogy Hevesi Tamás énekelte és mondta, barátunk Tomi, ezt egy életen át kell játszani. Én azt gondolom, hogy mi akárhányszor odállunk majd az asztalhoz, és remélem lesz még néhány alkalom, akkor ugyanígy röhögve, mosolyogva fogunk pingpongozni, mert imádjuk ezt a sportot. Legyen ez a végszó, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm.